Sziasztok, én Renátó vagyok, és a mai videó a Xiaomi egyik új, nemrég bemutatott okosórájáról, a Xiaomi Watch 2-ről fog szólni, ami kvázi a Galaxy Watch 6 ellenfele, ugyanúgy Google Wear OS oprendszerrel, erősebb hardware-rel, nagyobb aksival, viszont kedvezőbb áron, szóval így eléggé jó árérték arányt ad. A videóból kiderül, hogy pontosan milyen, kezdjünk! A termék egy ilyen fehér dobozban érkezik, és a kicsomagolás egészen egyszerű. Felül van maga az óra, a gyári szilikonszíjjal, alatta pedig egy USB-A végű, mágneses töltőkábel, valamint egy kézikönyv. Bekapcsolni úgy lehet, hogyha erre a töltőadapterre tesszük, és ezután már szinkronizálható is a telefonnal, amihez a Mi Fitness appra, valamint egy androidos készülékre lesz szükségünk. A Google Wear OS-t futtatja ugyanis az óra, azaz iPhone-nal egyáltalán nem kompatibilis. A párosítás pikpak megvan, hogyha mellé tesszük a telefont, vagy beszkenneljük a QR kódot, már is felismeri. Nézzük meg közelebbről. A nálam levő fekete színű és szép lekerekített dizájnja van, nagyon szuper a kidolgozása, a ház anyaga egyébként alumínium. Jobb oldalon találunk két gombot és egy mikrofont, a bal oldalon pedig egy hangszórót, tehát telefonhívásokra is jó lesz. A kijelzővédő üveget sajnos nem tudjuk, hogy milyen, ezt a Xiaomi nem árulta el. Legalul pedig szintén üvegből van, ami alatt a szenzorok vannak, ami egy rakat egészségadatot tud mérni, melyekről majd később beszélek. 47,5 mm-es az átmérő, azért ez egészen méretes és relatíven magas is, 11,8 mm-es magasságával, viszont nagyon könnyű, szíj nélkül 37 g, gyári szíjjal is mindössze 54. Ha már szíj, gyors leoldós mechanikája van, rengeteg szíjgyártó készít ilyeneket sima és okos órákra is, a mérete 22 mm-es, így rengeteg opciót lehet hozzá találni. Én kaptam hozzá egy ilyen újrahasznosított anyagokból készült darabot a gyártótól, a felszerelés tényleg pár pillanat volt, és így néz ki, szerintem szuper és kényelmes is. A Xiaomi is többféle szíjat kínál az órához, tehát nem muszáj más szíjkészítőknél nézelődni. A Watch 2-nek 5 ATM vízállósága is van, így úszni is lehet benne, szóval nincsen rá panaszom. A külső az nyilván szubjektív, de szerintem nagyon jól néz ki, maximum egyeseknek egy picit lehet, hogy nagy lesz a mérete. Nézzük a kijelzőt, ami egy 1,43 incses AMOLED panel 466x466 pixel felbontással, ami így éles képet ad, ráadásul Always On Display-t is tud, és 600 nites fényerőt, amivel azért kültéren is leolvasható világos környezetben, és van fényérzékelő szenzor is. A képfrissítés 60 Hz, ami egy óránál fluid megjelenítést tesz lehetővé, valamint a színek is nagyon szépek, szuper ez a megjelenítő, nagyon jól leolvasható róla bármilyen tartalom. Ez a kijelző tényleg nem ad okot panaszra, bár azért a Samsungé még egy fokkal jobb. Az Always On Display intelligensen is működik, hogyha le van takarva például ruhával, akkor kikapcsol, hogy ne merítse az aksit feleslegesen, és természetesen a felemelést is érzékeli. A kijelzőt hosszan nyomva a számlapok jönnek be, ebből több előre telepítve van az órára, ezek egyébként személyre is szabhatók az órán, illetve körülbelül végtelenféle egyéb számlap elérhető a telefonos applikációban, ezek onnan az órára áttölthetők és használatba is vehetők pár pillanat alatt, úgyhogy tényleg óriási a választék. Hardwareből a Qualcomm csúcschipjét, a Snapdragon W5 Plus Gen 1-et kapta meg, ami minden feladatot tökéletesen megold. RAM-ból 2 GB LPDDR4 került bele, valamint van 32 GB-os belső tárhelye is, ami bőségesen elegendő az alkalmazások telepítéséhez. Ezzel a kijelzővel, ezzel a hardware-rel és ezzel a szoftverrel a használati érzet nagyon sima, akadásmentes, nagyon fluid az egész. Nézzük a szoftvert, ami a Google Wear OS, ami igencsak jó hír, ugyanezt fut ugye a Galaxy Watch-okon is, és a Google alkalmazások így elérhetők, telepíthetők az órára, szóval ez egy nagyon jó dolog, bár ugye hátránya, hogy az iPhone-osok ebből ki vannak zárva. Illetve az is hátrány, hogy 3.5-ös verzióval érkezik, nem az éppen legújabb 4.0-val. A szoftver egyébként nagyon egyszerűen használható, a kezdőlapról oldalirányba suhintva a widgeteket találjuk, melyek tetszés szerint rakhatók ki ide, hosszan nyomva pedig át lehet rendezni őket, vagy hozzáadni újakat. A kezdőképernyőn lentről felfelé suhintva a vezérlőközpont jön be, fentről lefelé suhintva pedig az értesítések, hogyha van új értesítés, ezt egyébként egy piros pötty is jelzi. Az értesítésekre lehet reagálni, van billentyűzet és diktálás is, ahogy emoji kezelés is.
A menübe a felső gombbal jutunk, az appok nagyon egyszerűen láthatók és indíthatók innen, ugyanezen gomb visszalépésként is funkcionál. Az alsó gomb pedig a korábban megnyitott appokat hozza be, azok között lehet vele egyszerűen váltogatni. Az alkalmazásboltból pedig bármilyen Wear OS alkalmazást telepíthető pluszban, szóval nagyon-nagyon korrekt az egész, a beállítások menüből pedig az óra összes beállítása elérhető, hogyha esetleg nem mobil appon keresztül konfigurálnád. Szenzorok terén egy komolyabb 12 csatornás PPG érzékelőt kapott, ez mér pulzust, véroxigén szintet, stressz szintet, valamint van fejlett alvás figyelése is, ami a légzést és a véroxigén szintet is nézi. Van beépített 5 rendszerű GPS is, Google Maps támogatással, így mobiltelefon nélkül is tudja logolni a kültéri sportokat, de van barométer, gyorsulásmérő, szóval tényleg van minden, és természetesen van Bluetooth is, mellyel össze lehet kapcsolni a telefonnal, sőt mi több, van 5 GHz-es Wi-Fi és NFC mobil fizetés lehetőség is a Google pénztárcájával. Gyakorlatilag a SIM kártyán kívül minden van, amit az adatkapcsolatban meg lehet említeni. A szenzorok által mért adatok eléggé konzisztensek, az alvás terén pedig kiemelkedően pontos. Pulzust az elliptikus trénneremmel hasonlítottam össze, és szinte pontosan ugyanazt mutatta, úgyhogy pontosnak tűnik. A GPS is gyorsan pozícionál, ez is pontos, és a Bluetooth kapcsolat is megbízhatóan teszi a dolgát. A beépített mikrofon és a hangszóró szuperül működik, simán lehet vele hívásokat bonyolítani, akár kicsit zajosabb környezetben is. Sportok közül több mint 160 féle van, amit mérni tud, ezeket átböngészni is sokáig tart, tényleg van minden a szokványos sportoktól kezdve az egészen extrém vagy az érdekes sportokig, és egyébként van intelligens felismerés is, felismeri, hogyha gyalogolsz, futsz, bár ezt egy kicsit megkésve teszi, így érdemes mindent manuálisan indítani. Hobbi sportolásra szerintem ez az óra tökéletes. Üzemidő terén 65 órás üzemidőről beszél a gyártó, ez akkor lehet meg, hogyha az Always On ki van kapcsolva, valamint a mérések is csak manuálisra vannak állítva. Én szeretem az Always On funkciót, valamint hogyha már egyszer okos óra van a kezemen, akkor szeretem, hogyha egész nap méri az adatokat, így kapsz meg ugye mindent, amiért egy okos órát használnál, szóval én mindent bekapcsoltam, és így maximum egy napos üzemidőre lehet számítani, hogyha reggel töltötted, akkor estére biztosan töltőt kell vele keresni. Ez azért lehetne jobb is, de gondolom eleve a Galaxy Watch 6-ot célozták be, és az üzemidő ott is pont ugyanennyi. A töltés legalább gyors, a mágneses töltőfej 3/4 óra alatt tudja teljesen felpumpálni a Watch 2-t, bár jó lenne, hogyha tudna valamilyen vezeték nélküli szabványt is. Nos, nézzük a telefonos appot, ami a Mi Fitness nevet viseli. Az óra fő beállításait ebből az appból lehet és célszerű elvégezni. A videó elején meg is mutattam, hogyan lehet párosítani a telefont az órával. Az applikáció 4 fő lapra van bontva, egészség, edzés, készülék és profil. Ha az egészségbe belemegyünk, itt láthatók az óra mérései. Én úgy gondolom, hogy ezek magától érthetődőek és teljesen intuitívak, hogyha belemegyünk az egyikbe például a pulzusra, akkor láthatók a mérések időpontra lebontva, de bármelyikre is megyünk rá, részletesen leírja mindazt, amit ezzel kapcsolatban mért. Az edzésfülre kattintva edzéseket lehet indítani, például futás, gyaloglás, picaj vagy futópad, és ezek az appból is követhetők, nyilván nem csak az óráról. A készülék pedig a csatlakoztatott eszközöket mutatja, jelen esetben ugye a Xiaomi Watch 2-t, illetve az aksi százaléka is látszik itt, valamint manuálisan is szinkronizálható a két eszköz. Óraszámlapok is innen tölthetők le, ezt már mutattam korábban. Az órát is innen lehet teljesen és legegyszerűbben konfigurálni. Az értesítéseket is itt lehet beállítani, a hívásokat, a pulzusmérést, alvást, véroxigént, tehát minden funkció innen kezelhető egy oldalról. Az egészségmérések alapvetően ki vannak kapcsolva gyárilag, de ahogy mondtam, szerintem érdemes ezeket állandóra állítani, még úgy is, hogyha szívja az aksit rendesen. Innen is átrendezhetők az órán levő widgetek, vagy az alkalmazások sorrendje, illetve szoftver frissítés is indítható az appon keresztül. Azt gondolom, hogy itt minden abszolút magától érthetődő. A profil pedig nyilván a saját felhasználói profilodat jelenti. A mért adatok egyébként Strava-val, Google Fit-tel és Suunto-val szinkronizálhatók. Úgyhogy ez volt a Xiaomi Watch 2 tesztje. Én azt gondolom, hogy egy remek külsőt kapott, nagyon erős hardware-rel, szuper a Google által fejlesztett okos és nagy szabadságot nyújtó oprendszerével, rengeteg applikációval, jónak tűnő szenzorokkal és mindenképpen remek kapcsolat funkciókkal,
telefonálásra, GPS-re, NFC-re gondolok, illetve gyorsan fel is lehet tölteni. Az üzemidőben átlagos, nagyon maximum 2 nappal lehet számolni, mindent bekapcsolva max. 1-jel. Minden jósága mellett az ára is egészen barátságos, körülbelül 70-80 ezer forintért vásárolható meg így megjelenéskor hivatalos helyen, amivel azért egy jó 20%-kal olcsóbb a körülbelül ugyanennyit tudó, ugyanilyen szoftverrel futó Samsungnál, ami azért nem mindegy. Ráadásul ez a jelenleg legolcsóbb Google Wear OS-t futtató eszköz a piacon. Ezzel az árazással mindenképpen megérős árérték arányban, szóval nem kérdés, hogy ajánlom a Xiaomi Watch 2-t. Jó lett, tetszett, jó az ára is, mi kell még? Ti mit gondoltok róla? Beszéljük meg a komment szekcióban. A megtekintést köszönöm szépen, remélem tetszett a videó, hogyha igen, akkor kérlek nyomjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha kíváncsiak vagytok még hasonló tartalmakra. Köszönöm szépen még egyszer, legyen szép a napotok, sziasztok!